estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit. Egy debreceni vívó biztosan képviselheti hazánkat a nyári olimpián. A magyar női karcsapat a budapesti világkupán harcolta ki a tokiói részvételt, melynek tagja volt Batta és Sugár Katinka. Vendégem az Interfencing olimpikon sportolója. Szervus Sugi, köszöntelek. Szia. Azért milyen jól hangzik ez, nem, hogy olimpikon sportolói 18 éves korod előtt is már. Ennek ugye az egyik nagy eredménye az volt, amikor ugye a múlt hétvégén a világkupán Pesten sikerült kiharcolni ezt a szenzációs eredményt, amihez itt is gratulálni szeretnék. Köszönöm szépen. Kezdjük is az, hogy milyen volt az, hogy élted át, mennyire volt komoly téttel bíró verseny, és hogyan sikerült ennyire jól szerepelni? Ugyebár az elején az egyéni nekünk pénteken kezdődött a selejtező, amikor még a csoportkört vívtuk le. Ugye egy év után nemzetközi szinten pársra lépni nekem nagyon jó élmény volt, meg már nagyon vártam, de talán emiatt is igazán ilyen stresszesen indult nekem. Úgyhogy a csoportkör az úgy nehézkesen, de túllettem rajta, aztán edzőmnek sikerült megnyugtatnia, és utána a táblán jól vívtam, így a 64-es táblára kerültem. És aztán vívtam másnap a Márton Annával, Pankával a 32-be jutásért, és tőle kaptam ki, de utána szerencsére ő később meg is nyerte a versenyt, úgyhogy így az egyéni az így jól alakult. Aztán pedig a csapattal, hát igen, ott volt ugye a legnagyobb tét, hogy most akkor kijutunk az olimpiára. Én nagyon magabiztosan, meg bátran álltam oda, hogy akkor, ha engem betesznek, akkor a legjobbat hozzam ki magamból. Úgyhogy mikor vívtunk, ugye mikor igazán tétje volt, akkor engem nem cseréltek be, de szerencsére ugye az ukránok kikaptak a koreaiak ellen, így kijutottunk az olimpiára, és utána vívtam a japánok meg az ukránok ellen. Amikor ott pársra léptél, akkor milyen volt, hogy érezted magad ott az asszók között? Azért nyilván sok helyen jártál már korosztályban, és azért vannak Európa-bajnoki aranyaid, ugye a kadettben és a juniorban is most. Viszont azért egy felnőtt mezőny, egy olimpiai tétért, gondolom azért teljesen más. Hogy élted ezt át? Nagyon bizonyítani akartam, meg nagyon vártam az egészet. Igazából az elején, mikor a japánokkal vívtam, kicsit stresszesebben álltam, és akkor még az első asszom nem is úgy sikerült, ahogy ezt vártam, de utána például az ukránok ellen már nagyon jól tudtam beszállni, és ott jól is ment, de szerintem mindenkinek. Ugye pont úgy volt, hogy az ukránokat is gondolom félszemmel figyeltétek, mert abban az esetben, ha ők nyerték volna a világkupát, akkor ők mennek ki, helyetettek az olimpiára, viszont hát szerencsére dél-koreaiak útjukat állták. Ezt hogyan kell elképzelni ilyenkor, hogy ott vagytok a páston, de azért átkacsingattok, vagy hogy működött ez itt a való életben? Ezt beszéltük is a csapattal, hogy ugye akkor az olaszok ellen vívtunk, és Liza mondta nekem, hogy azért így az asszok között mindig hátra tekintett, hogy is állnak az ukránok, az ukránok. Úgyhogy igen, így félszemmel ott azt is néztük. És aztán végül, hál' Istennek, jól alakult az egész világkupa verseny. Milyen eufória volt az, amikor kiderült, hogy irány Tokió? Hát először én fel se fogtam, hogy most tényleg kint vagyunk az olimpián. Nagyon nagy büszkeség volt szerintem mindenkinek, és nagyon-nagyon örültünk. Ez látszott is mindenkin, hogy mindenki sírt, összeborultunk. Liza ugye kiáltott is egyet, de igen, nagyon jó volt. A vívásban azért nem annyira gyakori, hogy ilyen 17-18 évesen az ember akár már az olimpián is részt vehet, viszont ez neked most ugye megadatott, ez a lehetőség. Hogyan fogadták a közeli barátaid, családod, milyen volt a visszhangja így a szeretteid környékén? Hát nyilván azért ők egy életen át követték már a pályafutásodat, és most ennek a gyümölcse úgy tűnik, hogy itt is van. Igen, igen. Mindenki nagyon büszke volt rám, otthon nagyon nagy örömmel vártak, meg nagyon tényleg mindenki büszke volt, a barátaim is. Olyanok is gratuláltak nekem, akikre igazából nem is nagyon számítottam, és ez nagyon jó érzés volt, ennyien gondolnak. Főleg, hogy azért tudjuk, hogy nem egy egyszerű év van mögötted. A koronavírus miatt nem is volt zöggenőmentes a felkészülés, ugye te is voltál karanténban, heteket kellett kihagyni, és aztán pedig januárban egy 6 hetes egészségügyi probléma miatt, egy mononukleózis miatt tértél vissza a pástra. Teljesen újra kellett építeni magad? Mennyire volt hátrány így, hogy ugye hát nem tudtál olyan edzésmunkát végezni az elmúlt egy évben, mint ahogy terveztétek az edződdel? Mikor a koronavírus volt, ugye akkor karantén, meg hasonlók, akkor ugye még erőnléti edzéseket tudtunk csinálni, tehát akkor az a rész még nem volt igazán problémás. Csak utána, miután mononukleózisos lettem, az teljesen levette lábamról, tehát hogy ott,
ott szinte nulláról kellett újraépíteni mindent. És az hogyan ment? Nehezen, de sikerült végül, tehát most azért már szinte 100%-os van. Az állóképességem is, meg a technikai tudásom is. Azért gondolom, hogy ehhez fejben is nagyon ott kellett lenni. Tehát, hogy azt a fizikai része az egy dolog, viszont a fejben a mentális felkészülés, a mentális erő az óriásinak kellett lenni benned. Igen, az első pár versenyemen ugye még volt junior válogató, meg egy-egy felnőtt válogató is, amin el tudtam ugye indulni. Hát azokon leginkább azt éreztem, hogy fejben, amikor már megvolt a fizikumom, akkor már inkább a fejben mentálisan ott lét volt nehéz. És hát akkor ezek után mik lehetnek a tervek, a célok? Ugye ti vagytok az első női karcsapat, aki sikerült kikvalifikálni magát az olimpiára, akkor most már ide az oroszlánt is irány a dobogó teteje, hogyan képzeljük el ezt? Így van. Amúgy szerintem nagyon erős a csapatunk. Mint ugye ezt láttuk is, most a világkupán az egyik ülyük megnyerte, másik ülyük harmadik lett. Reni 16 között volt, úgyhogy szerintem nagyon erős a csapatunk. Úgyhogy igen, egy érem szerintem benne van a csapatban. 80 lesztek ugye itt a női mezőnyben, azért számolgatva egy-két bravúr győzelemmel akár tényleg ott lehet lenni. Most egyébként a felkészülésed ezáltal, hogy ilyen lehetőség kapujában állsz, hogy a módosul, mennyire lesz más most itt, mint ahogy elterveztétek akár korábban? Hát ugye az, hogy az én csúcsformám mikor legyen, ez igazából az edzőmnek ő tudja igazán, hogy ez hogy is lesz. Én ugye csinálom, amit ő tanácsol, ugye erőnléti edzőjével is dolgozom, ő is összeállít most nekem egy edzéstervet, ugye pont ezért, hogy az is a maximum legyen. Úgyhogy igen, készülök itt Debrecenben is, aztán Pesten is nyilván a keretedzéseken. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye a három másik társad, ő a fővárosban vív, ott tölti a mindennapjait. Ez esetleg bármi nehézséget okoz-e, jobban kell majd neked alkalmazkodni hozzájuk, hogy látod? Nagyon aranyosak, és nagyon sokszor alkalmazkodnak hozzánk. Ugye vannak ilyen, vagyis hozzám, vannak ilyen csapatépítő programjaink például, és akkor sokszor van az, hogy így kérdezik, hogy na de én mikor is vagyok fent, és akkor úgy alakítjuk, hogy úgy jó legyen. Igazából az utazások kicsit nehezíthetik meg ezt, de ezt már megszoktam, ugye már régóta járok fel, úgyhogy ez se probléma. Viszont azért Tokió messze van, mint Budapest. Ez egy olyan helyszín azért, ahová európai ember azért ritkán jut el, nyilván sportolók, ti ebben a szerencsés helyzetben vagytok. Abban az esetben, ha tényleg ott leszel, mire számítasz, izgulsz-e már, hosszú lesz az út, vannak-e bármiféle vízióid, japán étterem, wasabi, sushi, hát rengeteg mindenre szívített az embernek. Ilyen szempontból foglalkoztál-e már azzal, hogy Tokió milyen lesz? Én nagyon kíváncsi vagyok rá, és igazából nagyon várom. Én nagyon szerettem a tájkaját, úgyhogy azzal nekem nem lesz problémám. A sok utazással, ugye régen volt ilyen nagy utazásunk, az amiatt kicsit izgulok, de szerintem azzal sem lesz probléma. Hát Zsugi, őszintén kívánjuk, hogy tényleg ott legyél, és láthassunk téged, és akár eredményesen is szerepeljetek, és hát hatalmas gratulációt tényleg, és csak így tovább. Köszönjük szépen! Kedves nézőnk, ennyi volt már a Hajrá, várom Önöket a jövő héten is, a viszontlátásra!